Üdvözlöm Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Ilyenkor az ünnepek és karácsony közelettével leginkább még meghittebb a háztartásokban, a családokban a minőségi idő, amit együtt tudunk tölteni, és a magyar kormány számára mindig is kiemelten fontos volt a gyermeket nevelő családok támogatása és védelme. A nemzeti konzultációra ezért is kerülhetett sor ebben az évben. Miért fontos a családoknak a nemzeti konzultáció? Minden ember, minden nemzet, ha gondolkozik azon, hogy fontos a jövő. Fontos a jövő az, hogy mi lesz velünk néhány tíz, akár néhány száz év múlva, mi lesz gyermekeinkkel, mi lesz unokáinkkal, hogy fontos volt a szüleink és nagyszüleink számára is, hogy milyen világban élünk, fontosnak kell lenni a mostani magyarok számára is a gyerek. És a gyerek jelenti a jövőt, a családok jelentik a jövőt, hiszen mi is családokban nőttünk fel, és mi is azt szeretnénk, ha gyermekeink családban nőnének fel, és a magyarság nem csak 1100 esztendeig maradna itt fenn a Kárpát-medencébe, hanem sokkal tovább. És ezért fontos a nemzeti konzultáció, hiszen a magyaroknak a család az első, és minden magyar úgy gondolja, hogy elsősorban a családjáért dolgozik. A család a legfontosabb, és a nemzeti konzultáció is azokat a kérdéseket teszi fel, hogy miért is fontos, mi a legfontosabb a magyaroknak, ezeket a kérdéseket teszi fel. Én a múlt héten kitöltöttem ezt a nemzeti konzultációt, és biztatok mindenkit, aki még nem töltötte ki, akár az interneten, akár postaúton töltse ki, hogy mutassuk meg, hogy igen, mi a jövőre gondolunk, nem csak saját magunk, hanem a családunk, és mindenképpen Magyarország jövőjére, és ennek a jövőnek egyetlen záloga a gyermek és a család. Meddig lehet leadni a kitöltött kérdőveket, és hogyan lehet eljutatni hova? Hát van, amit a postán kaptak meg a családok, ezt az ingyenesen visszaküldhető a válaszborítékba, de az interneten is kitölthető, úgyhogy még idén mindenképpen várják azokat a véleményeket, hogy hogy gondolnak, hogy gondolkoznak a magyarok a családról, a jövőről, Magyarország jövőjéről.